Természetesen nemzetközi társulatok is érkeznek majd, így megkérem Ertl Pétert, hogy meséljen arról, hogy mégis kiket várunk ide Budapestre. Köszönöm szépen. Tehát a legfontosabb számunkra azért mégis csak mielőtt a külföldiekről beszélünk, a magyar társulatok és a magyar koreográfusok és a magyar táncosok sorsa, élete, lehetősége. Ahogy Balázs mondta, valóban így van, ez egy nagyon rövid pálya. Hát mindig elmondjuk, de tényleg fontos hangsúlyozni, hogy 8-10 évet tanul egy táncos ahhoz, hogy profivá válhasson, és tényleg ebbe a rangos társulati körbe, mint fiatal művész bekerülhessen. És ezután, a befektetés után van ez a 8-10-12 év, szerencsésebbeknek talán 20 is, de általában azért ez a 10-12 év. És ebbe, hogyha ez a 2-3 év pandémia belerondít, akkor ez egy nagyon nagy seb egy fiatal művésznek a karrierjébe. Ebbe érdemes belegondolni. És amikor itt ülünk, és tényleg sugárzik belőlünk az öröm és boldogság, hogy együtt lehetünk, és nyithatjuk ma a évad kapuját, 17-én, 18-án pedig a fesztivál kapuját, akkor ez az öröm és ez a vágy és tenni akarás sugárzik belőlünk, hogy ezeknek a művészeknek, az alkotóknak teret és lehetőséget biztosítsunk. Tehát nagyon köszönöm, hogyha hírt adtok róla, millió program van, mindenki az elmaradt, a tavasszal elmaradt előadásait pótolja. Tehát arról szól ma a média, hogy mindenki hívja és várja a közönségét. Kérlek szépen benneteket, tegyetek minket előre, hogy a táncosok ezt megkaphassák. Köszönöm szépen, ez volt a programbeszédem, hiszem.